Bajnok esélyes csapattól kapott ki október 3-án a kiskörösi RC csapata. A Gárda a negyedik fordulóban hazai környezetben fogadta a Kerekegyházi SE csapatát, ahol a vendégek nyertek 5-0-ra. Ismertük a csapatot, viszont azt hozzá kell tenni, hogy tavalyhoz képest azért ők erősítettek, tehát volt nekik nyáron egy-két jó igazolás, és ez meg is látszik az eredményeiken, hisz az első fordulóban is 9-0-ra verték Aranybácskát, és a meglepetés a tavalyi magabiztos Mórahalmot, aki bajnok lett, 6-0-ra verték meg. Úgyhogy kemény mérkőzésre számítottunk. Az eredmény nem lett meg, bár én bíztam benne, hogy kevesebbet fogunk kapni, mert a lányok nagyon jól védekeztek. Ennek ellenére, hogy ugye 5-5 kaptunk, de látszott a kerekegyházi játékosok, ezek rutinosabbak. A mi csapatunk meg ugye nyáron átalakult, és több a fiatal, meg akik nemrég kezdtek el focizni, nekik is még rutint kell szerezni. Megvoltak nekünk is a lehetőségek, ők jobban használták ki, nekünk nem sikerült szépíteni. Hogyan látott a bekapott gólokat? Azért az 5 kapott gól azért picit sok. Igen, sok. Bár ha megnézzük, hogy a tavalyi bajnok egyet többet kapott, mi megúsztuk úgymond 5-tel. Ezekből az 5 gólból szerintem 2, ami elkerülhető lett volna, a többi a szép egyéni akciókból született, tehát első gól is 20-25 méterről a fölsőbe bevágta. Ilyenekre nem tudunk máshogy reagálni. Mi történt a kapusotokkal? A második fél időben volt egy sérülés, ugye, és ezen a poszton kényszerből cserélni kellett. Elmondása szerint az egyik lövésnél, amikor térdre huppant, akkor utána nem bírt már fölállni belőle, hanem elkezdett remegni, görcsölni a lába. Ez jelentett változást védekezésben, csapat összetételben esetleg? Hogyan tudta ezt a helyzetet kezelni a csapat? Azért női gárdánál ez mindig egy hatványozottan fontos poszt, a kapus kérdés. Szerencsére, aki beállt kapuba, ő járt már kapus edzésen, úgyhogy nem volt neki újdonság beállni a kapuba, viszont ő volt a bal védőm, és egész mérkőzésen nagyon jó, magabiztos játékot mutatott. Hát kényszerűségből ugye őt kellett berakni, de ő azonnal el is vállalta, és ehhez képest nem elég sok és szép védései voltak itt a végén. A csapat a mérkőzéseket követően az öltözőben megbeszélte, hogy az elkövetkezendő megmérettetéseken megpróbálnak minél jobban védekezni. Sajnos ez nem sikerült. Támadásunk nem nagyon sikerült, úgyhogy kaput is találjunk, hogy kapura is lőjünk. Ez szerintem a nagyobb hibánk, hogy nem is próbáljuk meg rárugni a kapura. Eljutunk a kapuig, és ott valahogy mindig elveszítjük a labdát. Sajnos így a védelmünk is megújult, a középhátvédünk nem tudott eljönni betegség miatt, így én kényszerültem be középhátvédre. A balhátvédünk, szerintem az Eszter, az nagyon ügyesen védekezett. Jobb oldalt a Szandi is ügyes volt, csak még nem szoktunk úgy össze. Ugye majdnem az egész társaság megújult, így még nem vagyunk annyira összeszokva, heti 2 edzésünk van, azon sem jelenik meg mindenki, úgyhogy így netes. Még össze kell szoknunk elég rendesen, meg ugye a fiataloknak is, hát így kicsit még félnek, vagy nem is az, hogy félnek, csak ugye idősebbekkel ellen játszanak, kicsit van, aki erősebb testalkatú, és nem mernek annyira oda lépni, mint ahogy azért mi már így rutinosabbak, igen, de hát ez majd változik. A kiskörösi LC csapata nagyon pozitívan áll a következő mérkőzésekhez. A lányok edzője is úgy gondolja, hogy a dobogó még mindig elérhető a Gárda számára.